nem indul a kulcsár akadémia hírlevele. Ez vállalkozóknak szól, vállalkozói tudásról. Ha szeretnél napra kész lenni a vállalkozásban, akkor iratkozz fel! Na, van még egy probléma. És ez már így megy bele a vállalkozásotokba, az utóbbi néhány évben a magyarok árbetegségben szenvednek. Mindenki arra büszke, hogy milyen olcsó vásárol. Tehát ha belegondolt, hogy beszéltek valakivel, mindegy, hogy ő szegény, gazdag, milliárdos, vagy éhezik, arra büszke, és az az első, hogy ő milyen olcsó vásárol. Tehát azt mondja, hogy figyelj, voltam a vájba, tényleg, és milyen bolcs? Hát ennyire vettem repülőjegyet. Így van, ez az első mondat, hogy ő milyen olcsó, mert repülőjegyet, milyen olcsó volt a szálloda, és milyen olcsó tudott enni, mert ő talál, olyan ügyes, hogy talált olcsó éttermen. Majd azt mondja, hogy élményeket gyűjtök. És igazából hát neked egyértelmű élményed volt, és spóroltál. Tehát ezért kell elmenni Havajra, mert még többet tudtál volna spórolni, hogy el se Ez sajnos így van, és igazából ez nem is tartozna ide, ha ez a szemlélet nem menne bele a vállalkozásotokba. Tehát az, hogy te hogy és mit vásárolsz, az hogy te dolgod, mi közön nekem hozzá. De mikor hazamész, és bemész hétfőn a vállalkozásodba, és ez a szemlélet megmarad, hogy olcsó, olcsó, olcsón, olcsón, akkor ezzel megoldod a vállalkozásodat. Mert a vállalkozás nem arról szól, hogy olcsó vásárolunk. A vállalkozás miről szól? Hogy drágen adunk el sokat. És a szemléletünk, a vállalkozók szemlélete az az, hogy olcsón venni keveset. De nagyon nehéz vasárnap azzal villogni, hogy milyen olcsón veszek, majd bemész a cégedbe, és azt mondani, hogy, hogy na figyelj gyerekek mi drágán adunk. nem lehet. Tehát, ha sikeres vállalkozó akarsz lenni, akkor drágán kell eladnod sokat, nyilván jó minőséget hozzá kell tenni. És ettől kezdve akkor neked vasárnap is drágán kell venni sokat mert bele fogsz bolondulni, Hogy tegnap azzal dicsekedtél, hogy milyen olcsón vettél repülőjegyet, majd mondod a kollégádnak hétfőn, hogy figyelj, ennek ennyi az ára, mert ez értéket képvisel, ez minőséget képvisel. Te ezt nem tudod megcsinálni, mert megbolondulsz. Megvan ez a gondolat? Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a cég, a vállalkozó az nem olcsón vesz keveset, hanem drágán ad el sokat. És a vállalkozó nyeresége nem abból van, hogy megsporolt valamit a beszerzési áron, hanem abból van, hogy nagy nyerességgel ad sok terméket. Jó minőségi terméket. Azt nézzük meg, hogy milyen az iskolai gondolkodás. Látok egy feladatot, olvasom, 5x szorozva 2 200, az egyenlő 10x mínusz 3 szor 100. Ez egy klasszikus iskolai feladat, és vizsgáljuk meg, hogy a okos diák, a buta diák és a lusta diák hogy áll neki ennek a feladatnak. Szerintem mindenki látott már ilyet. Az okos tanuló nekiáll, és azt mondja, számol, ad, összead, szoroz, majd azt mondja, hogy a végeredmény x egyenlő 100. Ő az okos diák, kap egy ötöst. A buta tanuló valahol elrontja, az x egyenlő 3200, kap egy egyest van a lusta tanuló, hogy áll neki a feladatnak a lusta tanuló? Azt mondja, hogy hát nem fogom ezt az egészet kiszámolni, nem fog órákat ezzel eltölteni. Mi lenne, ha x-re azt mondanánk, hogy x egyenlő 10? Az nem jó. Legyen x ezer. Az se jó. Akkor az x az 50 és 100 között van. És ráírja a lapra, hogy x egyenlő 50 és 100 között. Mi történik? Kap egy egyest, ez a kisebbik baj, kap egy intőt, Miért kap intőt? Azért kap intőt, mert az iskola és a tanár föl van háborodva, hogy nem tiszteli az iskolai gondolkodásmódot. Tehát a buta tanuló, aki elrontotta, az sokkal kedvesebb az iskolának, mert ő megpróbálta, elrontotta, de legalább elfogadja azt a gondolkodásmódot, de az iskola nem fogadja el a másfajta gondolkodásmódot. Tehát, hogy a tanár elmondta, hogy ezt a megoldást így kell megoldani, akkor aki nem úgy gondolkodik, az egyes kap, és vagy kicsapják az iskolába, vagy nem. És ezt, ez a magyar értékrendben benne van, hogy aki nem úgy gondolkodik, hogy a tanár mondja, az egy a Ugye Ugyanezt a feladatot egy kicsit elmondom másképp is. A, felnőtt a három diák, elment dolgozni, a ti beosztottatok. Reggel ott van a három, az okos tanuló, a buta tanuló, meg a lusta tanuló és azt mondod, azt mondod, nekik, hogy figyeltek, két perc múlva el kell egy tárgyalásra, vigyek kabátot, vagy ne vigyek kabátot, milyen idő van. Azt mondja a lusta tanuló, hogy főnök 5 és 10 fok között van, vigyék kabátot. A buta tanuló, és ezt zárom, azt olvastam a blikbe, hogy mínusz 20 fok lesz, mert oké, okay, hagyjuk is. Majd az okos tanuló azt mondja, hogy hát nem úgy van. Hát előveszem a weboldalakat, Megnézek 20 meteorológiai oldalt, megnézem, hogy milyen hőmérsékletet számolnak, azokból átlagot számolok, ezt lennélőzöm a telefonomon, és, a, és ha azt mondja 20 perc, mi vagy főnök, 3,27 fok van. Számodra melyik hasznos? Melyik egy embert fölvehetsz, kit veszel föl? Kik a pötöst a háromból? Na ezen gondolkodjatok el. Megfordult az értékrend. Tehát az derül ki, hogy az életben a lusta tanuló gondolkodása sokkal hasznosabb, sokkal fontosabb, mint az okos tanuló. Mert az életben az, hogy az x az 50 és 100 között van, az bőven elég nekünk. Az, hogy hány fok van, az bőven elég, hogy 5 és 10 fok között van. Mert a megoldásunkra hogy vegyünk-e kabátot, vagy ne vegyünk kabátot, bőven elég az, hogy 5 és 10 fok között van a hőmérséklet, és azáltal, hogy valaki ezt a megoldást 20 perc után hozta, hogy 3,76 fok van, ami Fárent helyben 82, és hát ezért plusz 5-ös kapok, ugye, mert ilyenek a iskolában, ez számunkra káros. És az üzleti életben az sikeres, aki tud lusta tanuló módjára gondolkodni. Oké. Okay. Nézzük a következő feladatot, amely már közele van a kapitányos példához. Feladat a következő, megbízol egy ifjú titánt, és azt mondod, hogy következőt számolt ki. Mákos tészta konzervet árulunk. Ö, az ára 465 forint plusz száfa. A célcsoport a hagyományos ételeket szerető, de gyorsan étkező emberek csoportja. Mennyi az éves nyereség? Na ez a feladat már ugye nagyon hasonlít a kapitányos példára, és erre lehet mondani, hogy ez hülyeség, hát ezt nem lehet kiszámolni. Értitek a logikát? De nekünk, bocsánat, ki kell számolni. Tehát amikor ti üzleti tervet csináltok, nem kaptok sokkal több információt. Nektek ki kell számolni, és végig kell gondolni azt, hogy az okostanuló vagy a lusta tanuló gondolkodásmódjával tudjátok kiszámolni. És erre a feladatra az okostanuló mit, mit csinál? Lefagy. Mert ő nem ehhez a gondolkodás módról, módhoz van szokva, ő ö, nem tudja ezt kiszámolni. Pedig ezt ki kell számolni. És ha megnézzük, a lusta tanuló gondolkodásmódját, hogy számolná ki? Azt mondaná, hogy mákos tészta konzerv, nem rossz, sokan szeretik, eladok napi ezer darabot. Az azt jelenti, hogy havi 30 ezer doboz, az azt jelenti, hogy mondjuk 465 szorozzuk be 500-zal, az mondjuk vagy valamennyivel 14 millió forint bevétel, kb. olyan 10% nyerességet tudok csinálni ezen, tehát azt jelenti, hogy az éves nyereség kb. 17 millió forint. Az okostanuló vége, nincs üzleti terv, nem tudjuk, hogy az ötlet jó vagy nem jó. A lustatanuló hozott egy számot, ami alapján vagy azt mondjuk, hogy elhisszük, és belevágunk, vagy azt mondjuk, hogy még dolgozzunk rajta. Tehát az előadás címe az, hogy hogyan legyél jó vezér. És az első lépésben tisztázzuk azt, hogy mi a különbség a vezető és a vezér között. És azt tudom mondani, hogy a vezető az győz a csatába. A vezér meghódítja a világot. A vezér az, akinek jó vezetői vannak, és a vezér az, aki, aki a végső csatát megnyeri. Aki, aki, aki igazából dicsőséget szerez. Ugye a vezetőben nincs dicsőség, ő elvégezte a munkáját, megkapta a fizetését, megkapta az eredményt, és vége. A dicsőség az, ami a, a vezér feladata. És hogy ki mekkorát álmodik, és hogy ezt az álmot elérje, az azon fog múlni, hogy ő vezető vagy vezér. Én három nagy vezért hozok ö, a múltból, hogy nehogy semmilyen érzések legyenek benne, nagy Sándort, ugye, aki az egész világot meghódította, konkrétan ő volt a görög király, a perzsa meg az egyiptomi fáraó. Julius Cézár, aki gyakorlatilag az egész Európát elfoglalta, és ő alapította meg a római birodalmat, illetve Napóleont, aki ugye szintén egész Európa fölött uralkodott. Tehát ők azok a vezérek, akiktől példákat hozva fogom meg elmagyarázni, mi a különbség a vezető és a vezér között. De hogy lesz valaki vezér, nem lehet úgy, hogy na én holnaptól vezér vagyok. Ennek van egy útja. Ez az út az, és mondjuk Napóleon példáján, hogy először érts valamihez nagyon jó. Ugye Napóleonról tudjuk, hogy egy korzikai tüzér volt, és ő nagyon-nagyon jól értett az ágyukhoz. Minden tudott az ágyúról, az ágyúzásról. Aztán ugye tüzér hadnagy lett, tehát egy jó vezető lett, volt egy csapata, és ott megint sikereket ért el, Megmutatod, hogy egy jó vezető. És a jó vezetőből lesz a jó vezér. És az, hogy lesz-e a vezetőből vezér vagy nem, az nagyon érdekes, csak az álmaim múlik. Azért ezt az előadás második felébe ki fogom bővíteni, de az út ez, hogy érts valamihez, mutasd meg egy kisebb csapaton, hogy jó vezető vagy, és tanna legyenek álmaid, és legyél vezér. Nincs olyan, hogy az első két fázis kiadod, és én vezér vagyok. Azokat azok megbuknak, azokat kinevetik, és azt gondolom, a látunk ilyeneket, hogy valaki vezérnek képzéri magát. Nem. Először bizonyíts. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye szoktam mondani jó vezér, de ha belegondoltok, a jó vezér kifejezés értelmetlen. Vezetőkre mondjuk, hogy jó vezető, rossz vezető. De vezére nem mondjuk. Tehát nincs olyan, hogy jó vezér, rossz vezér. Lehet, hogy jó vezér van, de rossz vezér nincs. Tehát aki rossz, arra nem használjuk a vezér szót. Tehát a vezér az önmagában egy pozitív szó. És ha megnézzük, hogy ez a vezér szó, ez nem egy hivatalos szó. Tehát ugye a cégek érén ügyvezető igazgató van, a, a hadsereg érén tábornok van, politikában miniszter van, vagy ilyesmi van, tanács, vagy polgármester van. Tehát a vezér az, az egy nem egy hivatalos szó. És mégis használjuk azt például, hogy, hogy vezér egyéniség a sportba. Vagy cégvezér. Tehát a vezér az egy ilyen jelző, amit, amit nem lehet kiérdemelni, hogy megbíztak ügyvezető igazgatónak, az még nem vezér. Tehát az első lépés az, hogy megértsétek, hogy van vezető és van vezér, és mi a kettő között a különbség. Kezdjük a halálzónákkal. Két halázóna van egy vállalkozó életében, ez teljesen normális. De picit meg szeretném világosítani, mi is ez a halázóna és miért van. Az első halázóna az 10 és 30 millió per év bevételnél. És Miért? Nézzük a, egy példát. Én hoztam nektek egy, egy, egyszerű példát. Valaki mondjuk dob órát tart, tehát dobot tanít. Elkezdi mondjuk 10.000 forint az óradíja, és elkezdi. És mert ügyes, szorgalmas, jönnek az ügyfelek. Első hónapban jön mondjuk elad 30 órát, húzok egy vonalat, az 300.000 forint bevétel. Ó, de jó. Következő hónap jön már 50-500 ezer forint bevétel. Szerintem sokan magatokra ismertek. Következő hónap jön 100 óra, 1 millió forint bevétel. 150, lehet, hogy nem havonta nő, de mondjuk egy fél év, egy év után eljut oda, hogy 150 órát ad el, és van másfél millió forint bevétele. Ebből lejön mondjuk 200 ezer forint Költségekre termet kell bérelni, marketinggel, marad neki egy-három havonta. Ami ugye 13, most kerekítve mondom, ugye most már remélem elfogadjátok tőlem a kerekítést, van 16 millió forint bevétele, és pont itt van. Ez eddig mindenki látott már ilyet, igaz? És mi a probléma? Az a probléma, hogy dolgozik 150 órát, még dolgozik százat, mint menedzser, marketinges, könyvelőhöz jár termetbérel. Tehát dolgozik 250, vagy legalább 200 órát, az napi 10 óra, és azt mondja, hogy a köv... egy, van egy hónap, amikor már nincs kedve. Azt mondja, hogy fenének van ennyi tanítványom. Mert nem lehet napi 10 órát dolgozni. És következő hónapot is unja, következő hónapot is unja, és szép lassan elmegy a kedve a dologtól, és nem tud innét kijönni. És miért nem tud kijönni? Azért nem tud kijönni, mert nem tud alkalmazottat fölvenni. Ugyanis nem rendszerbe gondolkodott, hanem elkezdett valamit tevékenységet végezni, és nem egy rendszert épített föl, ami korlátlanul tudna nőni, ugyanis az történik, hogy akkor vegyek föl valakit. Ugye ennyi a havi bevétele. Ha valaki nem lát valamit, akkor szóljon, jó? Fölveszek valakit, és azt mondja, hogy ha figyelj, elmegyek, mit tudom én, 400 nettó ér. Hú, az, hát gyere. Ja, 400 nettó, az közel 600 ezer vagy 700 ezer forint. Tehát ide írja, hogy akkor mínusz 700 elmegy a dolgozó bérére. Mondjuk az az ember átvesz 100 órát, tehát 100 óra lejön, de kell neki is termet bérelni, el kell látni munkával, több a marketing költség, és még lejön mondjuk 300 ezer forint, és hirtelen marad neki az 1 millió 3-ból 300 forint. Igaz, hogy csak 50 órát ad, meg még 50 órát el van a szervezéssel, de hirtelen a szervezési munka föl egy tárgyalni kell, megbeszélni kell. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy dolgozik 150-160 órát. Tehát napi 8 órát, és keres 300 ezer forintot. És ilyenkor van az, hogy a fenébe akkor inkább elküldöm, és akkor vissza. Tehát fölmegy a 30 fölé, majd visszaesik, 30 fölé, visszaesik, 30 fölé, visszaesik. És ez az első halázón, és nagyon sok vállalkozó itt megragad, és akkor visz, elküldi az embert, új ővég dolgozik megint napi 10 órát, megint meg ugye egy fél év után, megint fölvesz valakit, megint, és itt. Itt, itt küzd. Ez, a, ez az első halázóna. A második halázóna. Ugye azt mondtuk, hogy a 80, hát 200 a tírok, de körülbelül ez a. Hát ezt le is cserélem. Miért ez a második halázóna? Valahol itt vagyunk, itt már ugye megy a biznisz, tehát kijöttünk valahogy az elsőből, mondjuk van egy olyan hat emberünk, nem mennyi veszebb. Van egy nagy irodánk, van marketingünk, ugye ez az a pont, amikor hirtelen a költségek megnőnek. Tehát van hat emberünk, ez körülbelül 5 millió forint per hó. Már nagy iroda kell, drágább a könyvelés, egyre több marketing kell. Tehát, hogyha 5 milliót veszünk, és azt mondjuk, hogy még van mondjuk egy ilyen 3 millió egyéb költségünk, akkor ez 8 millió forint per hó, gyakorlatilag nulla nyereség. Tehát ennek a halázónának az a jellemzője, hogy dolgozunk, 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 van már egy közel 100 milliós cégünk, de egyszerűen a költségek megölnek bennünket. Mert még egy számítógépet kell venni, még egy szoftvert kell venni, még egy irodát kell venni, egyik emberrel elmegy, kilép, akkor azt, azt ki kell fizetni a, a felmondási díját, akkor én az új ember, azt fölveszünk, azzal foglalkozunk, kiderül, hogy nem is ért hozzá, de azért fizettük neki a bérét, fél év után elküldjük. Tehát dolgozunk, 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 és nincs nyereség év végén. Örülünk, hogyha keresünk ilyen félmillió, egy millió forintot. Tehát az első halázónának az a problémája, hogy nem tudunk az egyszemélyes vállalkozásból kijönni, nem tudjuk, hogyan kell. Ennek pedig az a problémája, hogy nem tudjuk, nem tudunk nyerességet termelni, és ha nem tudunk nyerességet termelni, nem tudunk mivel növekedni. Mi a megoldás erre a két problémára? Igazából a két problémára ugyanaz a megoldás, mégpedig az, hogy rendszert kell építeni. Vagy ti uralkodtok a pénzen, vagy a pénz uralkodik rajtatok. Nincs más út. Tehát aki nem tud, és fordítva az a logika, hogy aki nem tud uralkodni a pénzen, azon biztos, hogy a pénz uralkodik. És hát nagyon kellemetlen, amikor a pénz uralkodik rajtunk, és nem Hirtelen a gazdagsággal elveszítjük a szabadságunkat, a cselekvőképességünket. Mert nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem azt tesszük, amit a pénz mond nekünk. Jó, tehát meg kell tanultok uralkodni a pénzen, és ez egy nagyon tudatos gondolkodásmód szükséges, én most ezt a gondolkodásmódot fogom nektek elmondani. Amikor jön a pénz, még nem olyan sok, de már jön, akkor egy nagy veszély van rajtad, hogy ne költsd túl magad. Tehát, mondjuk évvégén bejött 10 millió nyereség. Hú, de jó. Nem sok még, de az már szemmel látható összeg. Nem szabad túlkölteni magadat. Nagyon sokan abba esnek, hogy hú, akkor vegyünk egy BMW-t, vagy mit mondjak. Valami jó autót veszünk. Tehát 10 millió nincs jó BMW, mit csinál? Fölvesz hitelt. Majd összeszedem azt a pénzt, tehát megy a cég a legnagyobb hiba, hogy túlköltöd magad. És elmondom, hogy miért. Ezt így minden, ideig mindenki tudja, amit nem tudtok, hogy miért baj ez. Azért, mert amint a 10 millió forintból, meg 20 millió hitelből, vagy 10 millió hitelből vettél egy autót, el kell idegeskedni. Tudat alatt. Tehát nem úgy van, hogy beülsz az autóba, új idegeskedek, hanem tudat alatt elkezdesz idegeskedni, hogy mi lesz, ha nem tudom fizetni a törlesztést. És tudat alatt ez belemegy a rendszeredbe. És mit fogsz csinálni? Elkezdesz kijönni a rendszerből, és a pajzsoddal extra pénzt keresni. Mert érzed, hogy megint kéne még 10 millió nyereség, de vissza kéne fizetni a hitelt is, meg már több a benzén, meg több a szerviz. Hú, nem is gondoltam, mennyi a kaszkó egy ilyen autónak. Kössek kaszkót, akkor, akkor az drága, ha nem kötök, ellopják. Tehát elkezdesz idegeskedni, és elengeded a rendszeredet, és kimész a piacra a palcsoddal extra bevételt hozni. És ezáltal veszélyezteted a cégedet. Mert extra pénzt akarsz keresni. És itt szoktak menni. Nem a hitel teszi a cégedet, vagy nem akkor buksz, mert hitelt van, hanem azért, mert kijöttél a rendszerből, elkezdesz idegeskedni, elkezdesz kapkodni. Tehát előző évben úgy mentél be, hogy fiúk, nagyon szép volt, gratulálok, minden oké, jól dolgozunk. Fölveszed a hitelt, úgy mész be, hogy na mi van már, mi van már, mi van már, hol a pénz, hol a pénz. És azt mondják, az emberek, várj, nem erről volt szó, nem, nem, nem ennek a vezérnek mondtunk hűséges Hát mit hisztizik? Hát csináljuk a munkánkat, tavaly is csináltuk itt is. Tehát magad lerombolod a cégedet. Aztán nem jön a pénz, akkor mit csinálsz? Hú, be kéne fektetni. Ugye a láttam ilyet, hogy a dolgozók félre van téve 3 millió a dolgozók bérére, mert ez a rendszer, hogy rend, pénzügyileg rendben vagyunk. Hú, gyorsan beteszem kriptóba. És ha egyszer bejön, hú, na az ugye, ugye elkaptam a paj, bejön. Megint bejön, megint elkaptam. Aztán egyszer nem jön be, és azt mondják, hogy főnök, hol a fizetés? Ezért nem szabad túlkölteni. Tehát hiteltilos, nagyobb összeget tilos, ez legyen egy tartalék. De ne legyen mint tartalék, és amit a másik oldal is probléma, hogy amikor elkezd jönni a pénz, akkor egy picit bele kell szagolni a gazdagságba. Egy picit mindenből jobbat kell venni. Tehát ha eddig ilyen étterembe mentél, egy hónapba egyszer, akkor most egy kicsit jobban menjél. Ne kétszer menjél ugyanabba, hanem egy picit jobban menjél. Egy picit jobb pesgőt vegyél, egy picit jobb helyre menj nyaralni, tehát egy picit élvezd a gazdagságot, ismerd meg a gazdagságot. Ugyanis a másik oldalnak is van veszélye, ezt pedig úgy szoktam mondani, hogy ez a, a szegény gazdag leszel. Tehát biztos ismeritek ezeket az embereket, van egy csomó pénzük, és ugyanúgy turista osztályon mennek, meg ugyanúgy, amit tudom én tesco vásárolnak. Hát miért a tesco vásárolsz? Hát vehetnél jobb minőségű terméket is. Tehát az elején ezt a két irányt kell megtartani, hogy ne költs túl magad, de valamennyit a megtermelt nyereségedből költs magadra, vegyél jobb ruhákat, vegyél egy picit jobb, vagy cserélj a kocsin, vagy hogyha az drága, akkor nem, de vennyi jobb étterembe. Öm, Picit vegyél jobb dolgokat, vegyél jobb ételeket. Tanuld meg a gazdagságot, ugyanis gazdagnak lenni ugyanúgy meg kell tanulni, mint villanyszerelőnek lenni. Ezt meg kell tanulni, hogy hogyan legyél gazdag. Hogyan legyél boldog, gazdag? Mert gazdag, tudsz lenni, de boldog, gazdag. Hogyan tudod élvezni a pénzedet? És az első egy-két éve, amikor kezd jönni a pénz, akkor erre figyelj, hogy egyre jobb és jobb dolgokat vegyél magadnak, és ezáltal rájössz bizonyos dolgokra, hogy mi az, ami neked tetszik, és mi az, ami nem tetszik. Tanulod a gazdagságot. Ez az első lépés.